Tegnap este a kínai jegybank 81 milliárd dollárnak megfelelő likviditással látta el az öt legnagyobb kereskedelmi bankot. Alaposan felforgatta ezzel az euró-dollár árfolyamát és azokat a várakozásokat is, amelyek a ma esti Fed döntéssel kapcsolatosak. Abban egészen biztosak vagyunk, hogy 15 milliárd dollárra fogják vágni a QE programot, amelyet októberben várhatóan befejeznek. De ezek után egyáltalán nem biztos, hogy pessimista lesz jelen a sajtótájékoztatón, ami ezt fogja követni. Arra számítunk, hogy a kamatemeléseket egy kicsit későbbre helyezhetik, és 2015 nyaráig egészen biztosan várni kell az elsőkkel. Tehetik ezt azért is, mert holnap az ECB megkezdi a TLTRO programot, amely további likviditást biztosít majd a pénzpiacok számára.